I don't want any more pills. Uh, uh. Hello? Where are you? <sighs> hey, Serge. What's up? Where are you? Okay? I'm in a weird... I don't know, I guess it was a nursery. There's bubble wrap everywhere. Várj egy 30,000 Oh shit, oh shit, Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Nos igen, ehhez is hasonló jelenetekkel vont el ez a játék, ami a Perception címre hallgat. Magyarul annyit tesz, hogy felfogás, érzékelés. Nagyjából így lehetne lefordítani a szót. Um, egy kicsit ez a játék radar alatt jött ki, ami nem meglepő, mivel hogy manapság az indie játékok többsége mind rada, radar alatt jön ki, és olyan szintű és mennyiségű játék jön ki, eh, hogy az eh, elképesztő. Szóval a perception már egy ideje, így kicsit követem, szemmel tartom a történeteket. A játékot egy úgynevezett Deep End Games eh, stúdió fejlesztette, egy tényleg kis stúdió, de tapasztalt fejlesztőkkel, akik mit olyan játékokon dolgoztak, mint akár a Bajosokkal. És ja, nem mellesleg egy házas párról beszélünk, és gyakorlatilag a játék egy pincében készült el, de úgy alakult, hogy jól alakult. Na most nem nagyon szoktam bemutatni ugye a játékokat, de mégis miért mutatom be ezt a játékot nektek, és miért gondolom úgy, hogy elég izgalmas sikeredet, hogy őszinte legyek. Nos, Kezdjük ott, hogy ugye nem régiben volt az, az E3, és egyre jobban a nagyobb stúdiók, ugye beszéltem arra, egyre jobban a na nagyobb stúdiók karolnak fel kis stúdiókat, kicsit megtömik őket pénzzel, hogy a játékuk öm, sikert érjen el, vagy egyszerűen csak fektessék bele azokat az anyagi javakat, időt és mennyiséget, amivel az a játék jó lehet. És sok-sok játékot láttam az E3-on, és kiemeltem egy olyan dolgot, hogy ha már ott tartunk, hogy pénzt kapnak ezek az indi fejlesztők, vagy ha nem is kapnak pénzt ezek az indi fejlesztők, egy valamit nagyon hiányolok. Tehát egy olyan, olyan, sok játék van, és olyan sok játék jön ki hónapról, hónapra, napról, napra a gamer világban manapság, hogy nincs eredetiség. Szóval uh, egy indi fejlesztő csinál egy játékot, wow, fantasztikus, de biztos vagyok benne, hogy nagyon nehezen tud megütni egy olyan témát, ami, um, Uh, hogy is mondjam, annyira izgalmas lenne, hogy játszok azzal a játékos, ezért kiemeltem azt a dolgot, hogy, hogy ha már nem annyira de durva a téma a játékonak, akkor legalább egy kicsit ügyeljünk arra, hogy meglegyen az a grafikai fidelitás, A másért nem, ezért is élvezik a játékokat. Ha érdekel ez a videó az E3 Microsoft uh, Xbox Microsoft összefoglaló uh, alatt néz, check a csatornámon, látni fogod, hogy miről beszélek ott. Nos, um, Viszont ugye itt van nekünk ez a perception, és akkor kezdjük egy kicsit erről az oldalról közelíteni mi a dolgot. Nos, ez a, ez a kis mini stúdió egy nagyon jó dolgot vitt végbe, egyszerűen az egész történet egy nőnek a bőrébe bújtatta, ezáltal az mit jelent? Sok-sok feketeség van, ezáltal mit csináltak? Kiütöttek egy apró, apró kis dolgot, ami egy fantasztikus dolog, megoldották a grafika problémáját, mivel sok, sok minden feketeség, és úgy lát, mint a denevér, mondhatni a nőci, Ebben a játékban, így aztán nem kellett túl sok figyelmet fordítani a grafikai de csak éppen arra, ami megjelenik az orodán, szóval egy plusz pont az okos húzásért, hogy őszinte legyek, és még egy plusz pont a történet vezetésért, szóval, és egy harmadik plusz pont a hangok minőségéért, azt kell hogy mondjam, szóval hogy is mondjam, tehát egyszerűen egy fantasztikum ötlet, hogy a játék emiatt nem vagy 100 giga, hanem ilyen pár giga csak, szóval le lehet nyugodtan tölteni, és olcsó, mert indie játék, szóval nem triple A-ba kerül a, az ára, Steam-en meg tudjátok vásárolni, ha érdekel. Szóval egy vaknő grafikai részletesség csak meg, pont megfelelő, mert ha mire számítanál, ugye őszinte legyek, és egy jó történetet találtak ki, ami képes fenntartani az érdeklődést az elejétől a végét, mindjárt rátérek a történetre, és mivel ugye egy vak nőnek a bőrébe bújsz, a hangok egyszerűen fantasztikumra sikerettek, és tudjátok még mi a jó benne, hogy öm, a kevés több elvét öm, használták hangok terén, Mondhatni azt, hogy egyszerűen nem keverték agyonra überspeciális ilyen-olyan hang, amolyan ilyen hang, egy-két egy, -két, egy módosítás, robotikusabb hang, és, és már is megkaptad, ami egyszerűen szükség volt a, az izgalomhoz. Minden mellé hozzátársul az az egész, hogy, hogy a zenei hangok, konkrétan zenei aláfestés nem igen van, de viszont a csönd után következő hirtelen apró kis dallamok, ez egyszerűen földbe döngöl. Nos, egy kicsit a, a történetve rászállva, az is egy, egy bizonyos érdekesség a tehát ezzel nem fogok lelőni semmilyen nagy poént, e, igazából egy nyomozós történetet játszunk, e, ennek a nőnek, akik a bőrébe bújunk, egyszerűen rémálmai vannak, rémálva jönnek egy házról, és, és kiderül, hogy ez a ház, ez létezik, és oda repül vakon, egyedül, stb. És közben neki van ott telefonon valaki, aki folyton hívja és aggódik érte, szóval még ez is így rátesz az egésznek a történetére, és persze ez a tipikus húzás, amit a filmesek is csinálnak, hogy megszakad a vonal, vagy most lehet a mennem kell, mert valami para van, és sosem, apró, apró információkat kapsz meg mindig, és sosem teljesen eleget, és mindig, mindig menni akarsz, hogy a következő jelenetet felderi. Szóval oda egy vakon, a nőt is kiderül, hogy a háznak tulajdonképpen több generációi terrorját kezded el nyomozni, és amint megtalálsz egy nyomot, egy, egy fontosabb nyomot, a ház mindig előrébb dob egy új generációra, aki ott lakott abban a házban, és átélte a szörnyűségeket. Szóval egy bizony szempontból ö, oda kell figyelni, a narrációja ö, angolból meg azt mondom, hogy úgy egy ilyen közepes, tehát az, figyelni kell, hogy ne veszél el a történettel, de mindig a játék ö, gyakorlatilag konkrétan így ö, kijelzi neked, amikor indítasz egy új történetszállat, és mi a fenét kell csinálni, szóval elég érdekes, az egész végül össze fog állni természetesen nagy képé, de nem szeretnék lelőni semmilyen poént, de így indul, és mindig így generációkon keresztül nyomozol, és egyszerűen a hangok, a hirtelen jelenetet, a, a kis apró vizuális effektek, és az az élmény, amikor um, kopogtatsz, és így felvillámlik a szava és minden pillanatban arra vársz. Az, az levegő szemed előtt minden pillanatban, hogy um, valami, amikor pont lekapogtatsz, valami meg fog jelenni előtted, az, az, egyszerűen fenomenális, szóval nagyon jól kitalálták. Uh, azt kell mondjam, egy, egy, picit ilyen Slenderman feelingje van, hogy ne nézz a hátad mögé, de ez pont olyan, hogyha kapogtatsz egy is felvillam előtt, az a szoba előtted is lehet bármi, amit a szívramot kapsz, úgyhogy uh, és, és hozzáteszem azt, hogy a játék uh, chili tehát nem az a über megfagy bennem a vér minden másodpercben, hanem konstans állapotában fenntart egy, 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 ilyen bizsergető érzés. Tehát nem például olyan volt, mint a az a legutóbbi Alien játék, ugye, hogy tudtad, hogy jön az Alien, mert valami zene, valami beütött, és és akkor tudtad, hogy bu bujkálni kell, stb. Itt nincs semmi, ami... Illetve van egy apró figyelmeztetés, hogy ha túl sokat kopogtatsz, akkor jön utána a mumus, és elkap, mert konkrétan az van, minél többet kopogtatsz, a ház annál jobban reagál rá, és a e, mumus jön érted, és elkap gyakorlatilag, úgyhogy észre kell kopogtatni, és kideríteni a dolgokat, mert ha nem, akkor igen-igen Problematikus lesz a dolog. Azért is mondom ezt, mert a, tehát ami megint egy jó megoldás, hogy nem olyan, mint a legtöbb bujkálós survivor horror történet, hogy úton, útfélen, minden hatodik méteren van valami hely, ahova be tudsz bújni, és akkor elmegy mellett a gyilkos, is meg vagy szabadulva, hanem itt konkrétan meg kell jegyezni az meg, hogy hol vannak ezek az elbújós helyek, és full sötétben vagy, és amikor jön feléd a, a nagy durca mumus, akkor bizony kopogtatnod kell, hogy gyorsan odajuss a Öm, rejtekhez, amit jó esetben jó, ha megjegyzel, mert a játék nem segít túl sokat, így kijelzi neked, természetesen ez itt a de ha azt ott hagyod, akkor meg kell jegyezni a visszautat full sötétben, szóval öm, na igen, egy jó, egy jó játék, és azt követ, tényleg a, egy konstans, bizsergető, ilyen félsz érzést fenntart, főleg ez a kopogtatás miatt, és uh, bejönnek rá az extra hangod, és egy adott ponton azon kapod magad, ide-oda kapkodod az egeret, és keresed a kiutat, és közben próbálnád megkeresni a, az egérutat, és hogyha nem vagy fókuszált a témára, és arra, amit találnod kell, akkor könnyen azon kaphatod magad, hogy kiáratokat keresel, és egyre többet kopogtatsz, és el vagy veszve, és akkor betalál a mumus. Szóval elég jó ki van találva, itt tényleg egy, egy, egy jó pont a perceptionnek, és egy olyan játék, amit úgy horror szinten um, tudok ajánlani, ár-érték arányban legfőképpen. Szóval, triple A játékok mostanában horrorba kevés jön ki, uh, azt kell, hogy mondjam, és az a kevés is sem olyan. Amilyennek teljesen szeretnénk. Uh, ugye a, a legutóbbi Alien, az, az én Speckon nagyon élveztem, fantasztikus vége volt, végig egy, egy izgalmas történet volt, de ez, ez tényleg egy teljesen egy új megközelítése. Nem tudom, hogy mennyire újnak lehet mondani, de egy nagyon jó uh, dolog. Uh, és hogy mennyire hiteles, a történet és a, a, dolog, ahogy a lány látja a világot, az teljesen egy létező dolog. Tehát vannak olyan vak emberek, akik képesek így érzékelni a világot, ahogy gyakorlatilag így a denevérek vagy ez a lány a játékba, és mindenképp egy érdekes koncepció. Srácok, ha tetszett a videó, akkor hát dobjatok el lájkot, iratkozzatok föl. A jövőben tervezem, hogy lesz még több fajta ilyen játék bemutató. Egy kicsit lehet, hogy én is rá fókuszálok, igyekszem megtalálni a különlegesebb és érdekesebb játékot, remélem, hogy ez sikerülni fog, azért már elég régóta vagyok gamer, hogy kiszagoljak valami érdekeset, és ez érdekelni fog, tényleg, játék szerintem megér egy vásárlás, már, aki úgy van vele. Nos, köszönöm a figyelmet, dobja el lájkot, iratkozz fel Facebook, anyám kinyat, tudjátok, következő videóig. Sziasztok!